singt und springt sie Tag und Nacht, seines Lobes sie nicht mehr gedacht, in deren Lob auch ein Gesang und sagt dem ewiglichen Dank. Tschüss, wenn ich dran bin. Ich will sagen, ich will kommen. Ich gratuliere mir Csepregi Zoltán nevét is, Csepregi, Csepregi Zoltán. Tschüss, wenn ich dran bin. Hangszerrel, Csepregi tanárul és Kamacsonyi Dikul. Beszéddel, és Varga Tamás, a régi ismerősünk előadó. Az estet majd Ildikó dirigálja, az én szerepem. Hál' Istennek ezúttal az, hogy néhány mondattal vezessem be. Szondi György vagyok, ennek a könyvet kiadó, ennek a könyv kiadójának a vezetője. És ahol vagyunk, a Bolgár Kulturális Intézet, most is megköszönöm a vendégszeretetüket és vendéglátásukat. Én bolgaristaként vagyok itthon is, több rendezvényünk megad így önzetlenül otthont az intézet vezetése. És ejtenem kell egy szót Belicskó Péterrel, aki az egész estet megörökíti, majd pedig a Naput online portálon az estet azok is megtekintetik, akik most otthon maradtak. Tehát lehet elvinni a hírjét. Ildikó. Köszönöm szépen. Jaj, de gyönyörű. Nagyon szépen köszönöm. Kamocsa Ildikó, akit én szeretek, és szerintem többen szeretik, és van miért szeretni, mint ilyen. A mi műhelyünkre, amely a Naput cédulus nevek alatt fut, a Naputat most már a fiat csinálja, de a történetünk során ez így volt. Azt mondtad, hogy beszéljünk hamarosan. Nem hallanak engem? Nem. Tökéletes. Komolyan nem? Komolyan nem. Hallnak. Ja, hát Gyuri, az kicsit süt, de többiek hallanak? Igen. Jó. A műhelyünk remélem van olyan hírű, hogy arra törekszik, hogy lehetőséget biztosítson, és ez 20-valahány éve így van, sokaknak, hogy első publikációhoz jussanak, hogy első könyvhöz jussanak, tehát, hogy indítsuk, hogy felfedezzünk. Ennek egy másik elágazása, hogy hallgatóírókat visszahozzunk, és ebbe a sorba illik bele Ildikó is, akinek a mi műhelyük adta ki hosszú hallgatás után az Istennői Színjáték című regényét 2016-ban. A Napunknak mindig volt ez a folyóiratunk, amit két éve szűnt meg, egy melléklete, az egyik melléklete 2017-ben Kamocsa Ildikónak a prózája, és nagy örömünkre idén a Sola Gratia című kis remekét adhattuk ki. Ez a három köti össze mi barátságunkat és Kamocsa Ildikót. És remélem, hogy ezen az esten is közelebb kerülnek hozzá a könyvet, mind a kettőt elhoztam, mind a kettőhöz hozzájuthatnak. És ha jól mondtam, illik részéges erősítség megmerezik rögtönzés, ahogy más rész szokott lenni. Őt ismerhettük nagyon nagy műfordítóként, a francia irodalom fordítójaként, jeles klasszikusok és nagyregények magyar tolmácsolójaként,
de hogy visszajöttél és elkezdtél írni, ez valóban több évtized után így történt, ugye? Igen. Hány évtized után? Mert 80-as években jelentett meg. Igen. Hát ez a szerepünk, hogy most pedig az, hogy én leüljek, innét elmenjek és átadom a terepet. Kamocsa Ildikónak, Cseplegyi Zoltánnak, Csörszümen Istvánnak, Varga Tamásnak. Kellemes estét kívánok! Vannak, melyek gyökeresen eltérnek a Magyarországon elterjedt, ennek a történetnek Magyarországon elterjedt beállításaitól. Szerintem azzal lehet leginkább az olvasóknak a kíváncsiságát felcsigázni, hogyha ezekből az új meglátásokból néhányat megszellőztet. Persze mondhatná Ildikó, hogy végülis el lehet olvasni ezt a könyvet, és akkor kiderül, de az olvasó is bátortalan biztatásra szorul. Hát nagyon régóta foglalkoztatott engem két probléma. Az egyik, hát én evangélikus vagyok, anyai ágon egy régi evangélikus családból, az anyukám a háború előtt az evangélikus gimnáziumban tanított, és aztán Deák téren konfirmáltam Hafúnál, és Keken Andrásnál. Szóval, hát nyilván ez is motivált, de nagyon régóta foglalkoztak, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért. Az egyik az, hogy miért vette el Luther Katalinát, a másik meg a Luther és a parasztháború viszonya. És hát elnézést kérek, hogyha vannak olyan magyar szerzők, akik erre rávilágítottak, én nem találtam egy olyat se, aki erre megnyugtató választott volna adni. A Luther házasságával kapcsolatban én mindig ilyeneket hallottam, hogy hát Luther úgy gondolta, hogy most már épp ideje lenne, és akkor hallotta, hogy a Katalina állítólag egy harmadik személynek azt mondta volna, hogy ő esetleg hozzám menne, és akkor gondolta a Luther, hogy hadd szóljon. És én meg mindig úgy éreztem, hogy két ilyen nagy formátumú szellem nem házasodik ilyen pingpongból.
A másik meg ez a Luther és a parasztháború. Na azért kapcsolom össze, mert amikor megvilágosodott a második, akkor világosodott meg az első, legalábbis én azt hiszem, hogy ez a helyes. Magyarázat, hogy ugye amiket Luther a parasztokról, a parasztháborúról ír, az valljuk be, hogy rendkívül ellenszembe esik. Hogy gyilkoljátok, égessétek, pusztítsátok, hogy ahogy szokták mondani, ez a Luther, akit tisztelünk és szeretünk, hogy évadott ilyeneket, holott nem a Holdról jött, neki tudnia kellett, hogy milyen borzalmas állati sorban tartották a parasztokat, hogy ez a felkelés az abszolút jogos volt. És ez Katalin hatására írt akkor? Friss házasként olyan szörnyű tapasztalatokra tetszett, hogy a projektálta az indulatát a parasztokra, vagy ezt nem tudjuk eljönni. Nem, fordítva. Hanem csúnyákat írt róluk, és nem értettem ezt sem, hogy miért. És akkor a magyar szerzőknél én csak olyanokat találtam, hogy mentegetik Luthert. A kedvenc mentegetős szövegem az, hogy nem úgy gondolta. Na most ez az, hogy égessétek, gyilkoljátok, vágjátok le, az nagyon sokféleképpen lehet gondolni, úgyhogy ez valahogy nem tűnt hihetőnek. És akkor én egy véletlen, szóval szerencsére folytán a kezembe került a Friedenthalnak a monográfiája a Luther és kora, és akkor egyszer csak olyan lámpák kigyulladtak a fejembe, hogy, és kiderült, hogy éppen a parasztháború megértése kapcsán fényderült arra is, hogy ez bizony isteni vezérlésű dolog volt, hogy ők megszoktak a klastromból, és hogy a Katarina, ez olyan jól volt időzítve, mint ez Isten, hogy pont akkor ott volt a Katarina Luther közelében, amikor Luther már öngyilkosságon gondolkodott, mert minden elpusztulni látszott körülötte. Most mielőtt ezt elmondanám, szeretném, hogyha esetleg meghallgatnánk azt a részletet, a szökéses részletet a könyvből, és akkor utána megkérem Rubent, hogy menjünk énekelni. Ne is tűnjük, belárulsz az ajtót, hogy nagyon érdekesett. Hát ez sem van a részé. Nagy péntek éjszakáján a taplesett Vanetta a bejárat melletti kamrácskájában horkoló kapusnővér övéről leakasztott a kulcsot, és a 9 fős csapat kiki a már korábban összekészített kis patyújával kisugrant az udvarra. A kolostor mögé kerültek, ahol az omladozó kőkerítés olyan alacsony volt, hogy az idősek is könnyen átmászhattak rajta. És a veteményes kerten átvágva kijutottak az utcára. De innen már nem tudták, merre induljanak. A szökés megszervező Luther doktor értesítése szerint Lennart Koppe, Tórgai kereskedő kocsija, a kolostortól 100 méterre várja őket, az irányt azonban nem jelölte meg. A kerítés halálra lapulva meredkedték a szemüket, a korom sötétben az orrukig sem láttak. Félszemére Vak Mária, akinek az odakinti életben fogyatékossága miatt örökös megaláztatásban volt része, egész estében reszkedett. Epé! Csukta a fülében ővére, az angyalarcus angyali szerítségű állé. Isten velünk van! Vanetta néhány lépésnyire eltávolodott a fajtól, onnan is körülnézett, majd karját széttárva szónoki kérdéssel fordult a többiekhez. Hol a kurva anyjába lehet? Katalina Pombora megrázkodott az undortól. Visszajogott mindentől, ami közönséges. A Lipse melletti tanyán, tisztes szegénységben élő családja, nemesi származású volt, a dicsőn út messzi fénye indokul szolgár büszkeségéhez, csillagként világított életének komor sötétjének. Megkeresem, mondta Vanetta. Aktában meghindult, s eltűnt az éjszakában. Nem kellene velünk jönnie, súgta Katarina Lenenénének, apja nővérének. Szégyen hoz ránk. Az öreg apáca mindenki nénének szólított, mert valójában csak Katarinával állt rokonságban, együgyű teremtés volt, nem is értette, mi történik, csak ment amerre a többiek. Hát most már jön, mondta rövid gondolkodás után. Vanetta visszaért. Nem találom. Megnézem, arra is mondta, és elindult a másik irányba, majd néhány másodperc múlva ismét feltűnt, és karjával hevesen integetve hívta a társadalmat. Volt váratlanul előbújt a felhők közül, és ez is tös fénye megvilágította a kocsihoz vezetőt. Koppel mozdulatlan állt a lovaj mellett,
arca volt fényében fehér volt, mint egy karanté. Amikor a csoport a kocsihoz ért, száját szóra nyitotta, de nem jött ki hang a torkán. Ezért csak erősen resztető kezével a kocsi hátulja felé mutatott, ahol lépcső gyanánt ládákat helyezett a felszálláshoz. A kereskedő láthatóan jobban félt, mint a szökevények, és joggal, hiszen a lelepleződőt őt kötik fel, nem az apácsába. Már a bűzlő heringes horlókban forogva, amelyre Koppa a fedelet is ráhelyezte, Katarina imádkozni próbált, de egy nyugtalanító kérdés nem engedte elcsendesülni. Vajon milyen jogon teszi ki Luther doktor halálos veszélynek a Lord Orgarmi kereskedőt, és miért engedelmeskedik a doktornak Koppen? A kocsi jevesen rászkódott, Katarina gondolatainak kaleidoszkópja átrendeződött, az új konstelláció most az eseménysor kiindulását mutatta. A szökés tervét, mert ő öntött szavakba, egy átbeszélgetett éjszakára. A halálos sündet hosszú idő után csak a lovak Katarina csattogása törte meg, majd egy artikulátlan kiáltás hangzott fel, s nyomában egymásba tólódva törtek elő Koppe, addig elfolytott közlentői. Eladták konzási birtokát, az apászák lelőtték fejük föl a tetőt, és a friss levegővel együtt már szabadon áramlott feléjük a kereskedőnek, hol az utasaihoz, hol a lóvaihoz az eszám mondatója. Torgalban, Koppenhágyára érve, a lovak maguktól megálltak. Az ablakokból fény világlott, ház éberen volt. A kereskedő felesége fagyos udvariassággal fogadta a vendégeket, és a konyhába vezette őket, amelyben bár igán tágas volt, mozdulni is alig lehetett az apásszák fekvő helyéül előkészített 8 szakmazsákat. Egy cseléd lány állt a tűzhely előtt, az iszonyattól eltúrzott arccal merett a jövevények. Katarina rosszabbodta, a Magdalénfolyos Apis nem mondott köszöntet Koppénak, és elhatározta, hogy amint alkalom nyílik rá, ő maga teszi. A közös helységben nem volt módjuk nappali viseletüket magukkal hozott hálóruhára cserélni. Csak Magdalena aludt külön szobában, betett ágyban, nyilvánvalóan nem idős korának, hanem magas rokonságának köszönheten, hiszen a szintén üreg lenne néni a földön hálhat a többiekkel. Reggel kénytelenek voltak, bár erősen szégyenkedve egymás előtt levetkezni, hogy viseletüket a konyha asztalra hánt ruhákra cserélni. Koppe búcsúzóan meg akarta ölelni a feleségét, az asszony azonban indulatosan előttem fel. A korataloszi nap szokatlanul belül fényes volt. Az egykori apácáknak már nem kellett rejtőzködniük, a kocsira helyezett alacsony ócákon ülve emlékeztek meg nagy szombat szent napjáról, és közös imádságban adtak hálát Krisztus feltámadásáért és a maguk szabadulásáért. A napsütötte táj derült varázsolt minden szívbe. A szökés sikere, de már a löpede is, mert valójában egyik sem gondolt komolyan, visszatekintve isteni terv részének látszott, melynek forgó szele már akaratuk ellenére kapta fel őket. Kíváncsian várták a folytatást. A saját tervezésről immár végképre mondva, vidám beszélgetés vette kezdetét a kitűkészhetetlen jövő helyett, Katarina előtt a kereskedő feleségének ellenséges viselkedése, és a cselédlány iszonyodó arca nyilvánvalóvá tette, hogy fogadalmuk megszegésével nem csak az egyházi személyek, hanem a világiak megvetését is kívántják. Vajon Koppé csupán Luther tekintélye késztette rá, hogy a házasztási viszályt is vállalva teljesítse küldetését, vagy hozzájuk hasonlóan, őt is a túlvilági terv forgó szele ragadta magával, mely esetben a köszönetet nem tőlük várja. És Luther doktor, vajon maga döntött? Vagy épp úgy elkapta az isteni tornádó, mint a történet többi szereplőjét? Nagyon élvezetesen és élénket fogalva Érdik úr. És egy hozzávágással megoldja azt a kérdést, ami ennek az egész szöktetésnek az alapkérdése, hogy ki szervezte ezt a szöktetést? Ugye meg Isten, igen. Ugye megosztanak azok, akik nem ilyen
pontosan fogalmaznak, ott azok között megoszlanak a vélemények, hogy interebe tevőlegesen részt vett vagy nem. Tehát a filmes feldolgozások, regények, meg a kutatói tanulmányok itt tényleg két irányba mennek, de hát nincs sok támpont, hogy eldöntsük, hogy az egyik oldalnak van igaza, vagy a másik oldalnak. Mi vezette Ildikót, amikor tényleg ilyen nagyon szájbarágás nélkül az olvasott az olvasóval tudatja, hogy itt azért ennek a torgai kereskedőnek a szöktetési machinációja mögött mégis a wittenbergi reformátor áll. Hát ugye az úgy van, hogy az ember elkezd írni egy regényt, akkor amikor már kialakul, mint téma, akkor egy bizonyos értelemben az már kész van. Valami, ez egy ilyen tudat alatt fortyogó dolog, és amikor mit kiemelkedik, mint egy csúcs, vagy nem. De utána már, hogy kétszer a lények, utána már onnantól kezdve olyan, mint egy film. És nagyon erősen meg van kötve az író keze, mert csak azt írhatja, amit lát és hall. Hát én ezt láttam. Nekem nyilván a hitem is, mert végül is tényleg nem tud el, hanem az Isten csinálta ezt, hogy amikor nagy baj volt, akkor odaállítottak Katerinát. Akkor elmondanám, hogy miért gondolom én, hogy megvilágosodott számomra ez a kérdés. Mert ugye azt írja a Fizentál, hogy hát olyan volt Luther, mint egy sztár, mint ma egy popsztár, vagy egy filmsztár. Hogy tucatjával jöttek a megrendelések a Cranach festmény műhelyébe, hogy portré a nagy Lutherről, és hát egy ünnepelt valaki volt. És akkor elindult a reformáció, mint egy ilyen hatalmas folyam, úgy képzelő az ember, mint a szellem sikján, egy ilyen amazonász, egy ilyen óriási, hatalmas erejű. És akkor egyszer csak ezt próbáltam megfogalmazni, mint hogyha egy óriás hegység mellette felrobbant volna, ez volt a parasztháború, és belezuhant, és eltollaszolt az útját. És azt írja Friedenthal, és hajlok rá, hogy higgyek neki, hogy nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy ennek a reformációnak vége. Tehát, hogy annyi sem maradt belőle, amennyi végünk maradt. Most akkor képzeljük el, hogy mit érez egy ember, aki azt hiszi, hogy valami Istennek nagyon tetsző dolgot hozott létre, és akkor egyszer csak azt látja, hogy Isten megállt parancsol ennek, és megszüntette az ő, tönkreteszi az ő hatalmas munkáját. Hát több helyen olvastam, hogy öngyilkossági gondolatokkal is foglalkozott, hogy kezdte mondani, hogy amit ott rászkapott a környezete, hogy hát az öngyilkosság adott esetben nem is bűn. És akkor ebből értettem meg, hogy itt már mindenki mondja, hogy hát ez nem szerelmi házasság volt, de ezt valami lekicsinyőleg mondják, és akkor utána hozzáteszik megengedőleg, hogy de azért egész szép házasság lett belőle, hogy nem kisebb volt, hanem szerintem nagyobb, mert ez az életmentő szeretet volt, hogy vállalta ezt az ennyi szóval is nehéz természetű embert, egy borzalmas rossz természetű ember volt, és odaállt mellé, és megmentette a pusztulástól ezt a zsenit. És úgy érzem, hogy ez a irodalmi szempontból két kérdést vet fel a szöveg. Az egyik az, hogy ahogy én olvastam, hogy nincs benne domináns személyiség. Biztos azt kell mondani, hogy Katarina a főhős, hát ki más lenne, de még Katarina sem dominálja az eseményeket, tehát pláne nem dominálja az eseményeket. Hogy ez egy tudatos döntés volt, vagy ez, ahogy az előbb mondta, hogy megszületett a sztori, kész volt a film, és akkor innen már de... És nem is csinálok azt a szereplőben, amit akarok. Nem egy despota az író, nem nagyon megvasszott vagy ez. Van egy kedvenc illusztráció ehhez, már akik hallották, azoktán elnézést kérdezik, de minden adott alkalommal elmondom, mert olyan jó sztori, és nagyon szemléletes, hogy amikor Tolstoy az Anna Kareninát írta, akkor azt jegyezte föl a naplójában, hogy annyira szerettem volna, ha Anna hozzám egy levélhez, de nem akar. Szóval ennyit az nagyon jó, anekdóta. Ha lecsupaszítjuk, ez egy klasszikus szerelmi történet, a fiatalok a végén egymás élet. De ennek ellenére mégsem mégsem diktálja azt a szöveg, hogy vagy az egyik, vagy a másik tényleg olyan a személyiségével uralná az eseményeket. Hát nagyon
nem ők uralják az eseményeket, ők egy kicsit, mint a bábuk lennének az ő kezében. A másik furcsaság, hogy ezt a történetet egy időtlen térbe helyezi el Ildikó. Hogyha történeti kronológiát nézzük, körülbelül 2,5 évnek az eseményeit meséli el. Kisregény 1523 tavaszától 25 nyaráig, de maga a cselekmény, tehát ha csak úgy olvassuk a szöveget, tényleg néhány hétnek, néhány hónapnak az esemény, annyira sodor. Tehát nem érezzük benne az időnek a távlatát, hogy itt közben évek telnek el, amikor a két fiatal, ugye Katarina és Luther, ugyanabban a városban, ugyanabban az utcában élnek, valószínűleg sok alkalmuk is van egymással találkozni, beszélni. Tehát nem így lassan birkózik ki ez a szerelem, mint egy más típusú regényben, hanem óriási sodrása van ezeknek az eseményeknek. És visszakerestem a szövegben, Ildikó eltünteti az időhatározókat. Nehogy az olvasó azt gondolja, hogy itt valami szigorú kronológiát kell követni. Ezt én nem is rendben észre. Igen. Hát, hogy miket csinálok. Az eredmegség csak most jön. Nem ez volt az, ami más, mint a idehozott. Honos elképzelés, ez még semmi nem volt. Na, mondja az eredmegséget, jó? Aztán majd elmondjuk, hogy megégetjük, vagy nem. Az, hogy attól, hogy ez a házasság ilyen csodálatosan sikerült, az úgy érzem, hogy tragikomikus vagy groteszk módon torzító hatása van a vallási felfogásunkra. Mert valami olyan magas piedesztára emeli a családot, ahol nincs semmi keresni valója. Múltkor hallottam, hogy egy presbitériumban megkérték a presbitereket, hogy állítsák fontossági sorrendben, mik azok a dolgok, amikben az életük legnehezebb periódusaiban kapaszkodni tudnak. Tehát mi az, ami megtart. És ez a sorrend alakult ki. Család, haza, hit. Ez borzasztó. És én ebben azt a törekvést érzem, hogy a kereszténységet, ami ugye egy vad, egy tomboló, egy borzalmas nagy követelményeket támasztó vallás, megpróbálják helyettesíteni egy ilyen kis jól fésült, kis nyáspolgáriasított vallásocskával, aminek a követelményeit viszont nagyon könnyű teljesíteni. És azért Jézusról sok mindent lehet mondani, de hogy a családi élet apologétája lesz, azt nem. Ez egy lázító regény, ez ugye? Egy lázító regény. Be fogják fóliázni szerintem. Beszéljük tovább, hogy énekeljük. Énekeljük, aztán szóval az ének, biztos nem fogják megégetni a szerzőt legfeljebb utána. Csak egy mondat. Ez a hangszer a kezemben, Gyurinak kis ismerős lehet ez, Kobzos Kis Tamás, szeretett mesterem hangszere. A halála után a család jó voltából neki több hangszere is a tanítványoknál keresett új életet, és vehettük kölcsön, és ő is már évek óta szól. Most egy olyan éneket fogok rajta játszani ezen a hegedőn, amelyet egyébként ő NASA ajándékba kapott 1977-ben. Egy fafaragó barátja készített, egy teljesen egyedi hangszer. Luther 12. Zsoltárának magyar parafrázisát, az 1540-es, 50-es években fordíthatták, nyomtatásban is többször megjelent, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen a reformátorok nyelvén, az akkori magyar nyelven, egy Luther Zsoltár, ami éppen a tévejgésről és a tévejgők világában való gyökértelenségről szól. Ezt mi Tamással nagyon sokszor játszottuk együtt, már úgy, hogy ő játszotta és én hallgattam, már gyerekkorom óta nagyon szerettem, úgyhogy az emlékére is el kell hangoznia. Hozzám!
nincs könyörülteni pedem, nyomorult keresztjéridem, mert elfogytak azt te szentít, megaludt földön az igaz hét, minden emberek fiai közt. Nem hisznek te szent ígédnek, hazugság kell csak kedveknek, az mit talált az ő fejek, azzal tégedet tisztelnek. De hamisság az ő dolgok, hazugság ő találmányok, nem kedvesek néked azok. Veszesd el Isten ezeket, rontsd meg ő tiszteleteket, kik kevélyen ezt kiáltják, bátorsággal nékünk mondják. Nincsen Istentek tülektek, el kell majdan mind vesznetek. Ki oltalmaz meg titeket? Te vagy Úristen oltalmú, hatalmas és kegyes gyámjuk, azt te hívta nyitóidnak, szőlődben plántálóidnak, te vagy őrzője népednek, erős oltalma a híveidnek, ma is a te szent ígédnek. Elágtam, jól legyen. Itt van Filip. Elágtam. Keresztelői szertartásán zsúfolásig telt a kolostor kicsinkában. Katarina előző este búcsot vett Nimitől, az idősebb Gangertner, akit valaki névtelen levélben figyelmeztetett, hogy sarja rangon aluli házasságra készül, hazarendelte fiát. A kápolna ajtaját nyitva hagyták, Melanchthon hajongói, az udvaron tolongó egyetemisták is részesei lehessenek az ünnepi esetének. Luther doktor arca elgötört volt, ám hatalmas hangja most is oly diadalmasan zengett, hogy nem csak az udvaron állók hallhatták, de a kíváncsiskodók is odakint az utcán. Katarina régtől fogva felesződte imádságaiba a doktort. Utóbb pedig már senki másért nem imádkozott, csak őért. Luther őr angyalává avanzsálva, valahol e világ és túlvilág közt egy pontosan meghatározhatatlan helyen gyakorta társadalmat vele. Képzett eszmecseréjüket kevésbé érezte államszerűnek, következmény nélkülnek, mint amit annak idején Nimivel a valóságban folytatott. A szertartás után megkereste von Hamstorff. Professzor sietett haza, mert ebéd vendégeket várt. Katarina egy darabján elkísérte, beszámolt neki Nimi távozásáról. Rangon aluli házasságra készült, álmélkodott von Amstorff. Ugyan kivel? Hát velem. Professzor elnevette magát. De utáskos kisfiam, ti valók voltatok, mint a testvér? Nem. Mint egy szerelmes pár. Vagy tévedek? Megállt, és fürkészű pillantást vetett a lánya. Csókolóztatok? Dehogy! A szerelem említése Avétis Basilikus majd egy ugrással a születésnapi uzsonnán zajló beszélgetés is jutott a Katarina eszébe. Basilius doktor úgy beszél Lutherről, mint akinek a csillaga leáldozott. A professzor heves tiltakozására számított, ehelyett von Amstorff komoran bólintott. A megreformált vallás maga szerint is egy lassan feledésbe merülő kárté. Na nem, annál sokkal több. A professzorban hirtelen felülkelkedett a prekára egyes egyetemi ember,
Bazilikus ilyeneket mond? Igen, és hogy Luther doktor valójában semmit sem tud a háborúról. Az ő szemében a paraszt háború bűnszer testesíti meg. De hát mi sem természetesebb ennél. A doktor szimbólumokban gondolkodik, mert speciális agyműködése nem teszi lehetővé, hogy számba vegye események sokasságát. A legérdekesebb az, hogy ítéletei véglegesen leegyszerűsített világ elgondolása ellenére is pontosak. Vagyis a parasztok háborúja az ördög műve, és sokkal inkább a kiváltója volt ez. Ennek a rabszolgaságban tartott, agyonsanyargatott, az élet minden örömétől megfosztott embertömegnek a követelései jogosak, és méltányolnak. De akkor miért mondja, hogy Luther ítéletei pontosak? Hiszen az ördög művének tartja a háborút, bár annak tartaná, akkor nem mondott volna össze. A reformációnak a világmindenség szellemi síkján hatalmasan hömpögő folyamába beledőlt a történelmi matéria felrobbant óriás hegysége, a parasz háború, és eltörje az útját. Az ördög nem tudja szellemnek anyaggal útját állni, ez csak Isten tehette. És Luther nem érti, miért. Maga érti, kérdezte remekül Katarina. Hogy a fenében érteni még én azt, amit a génius sem ért, ordította von Armstrong magából kikerve. A járókelők megálltak, és csodálkodva bámulták a tartékzó úriembert. Talán próbatétel, ahogy az egész nyomorult életünk. Az evangéliumot olvassuk, akkor a családot elküldik jó messzire. De most ugye már nem az evangéliumot olvassuk, hanem ezeket a családi lapokat. Volt egy ilyen gyermek, így nagyon irat már emlékszik rá, de ezeket olvassuk, és nem az evangéliumot. Tehát ott egy családi lap című magazin is van. Igen, ebben teljesen igaza van Ildikónak. Ahogy Ildikó bemutatja itt a hősöket, a hősök bizonyára elégedettek vele, Katarina is, Márton doktor is. Akinek ellehegedüli a nótáját, az Melanchthon. De nagyon, nagyon. Van ennek valami személyes háttere? Nincs, nekem úgy jött elő, hogy egy unok. A kolléga úr foglalkozik a kora újkorral, és tudja, hogy a Melanchthon az abszolút sztár volt itt Magyarországon évszázadokon keresztül. Tehát ez is egy olyan vita téma, aminek a végén esetleg Ildikót meg lehetne égetni, vagy követni, vagy ellengére állítani. Tehát nagyon... Hát az írókat is írók valamilyen sokan hallgatták, hogy rajongtak érte, meg nem ment el, hiába hívták nagyobb fizetésére. Igen. Tehát a szerelmes út a szívában. Na, ez a kérdés. És akkor már a fóliázásnál van. Már a fóliázásnál. Igen. Tehát Ildikó explicit felvilágosítja az olvasót arról, hogy a féltékenység érzelme uralkodott ezen a terepen, tehát Melanchthon féltékeny volt, és ezért próbálta megakadályozni a házasságot Katarinával. És az a probléma, hogy néhány tény alátámasztja ezt a írói felfogást. Tehát, és ez nagyon kellemetlen. Ugye a rendes házastársakat általában egymás mellé temetik el. Megnézzük az esetünkben, kik azok, akik egymás mellett hevernek most a jó anyaföldben, Luther és Melanchthon. Tehát ők... Igen? Igen. A Wittenbergi vártemplomba van eltemetve, egymástól 5 méterre, Katarina valahol sok kilométer egy másik temetőben. Tehát... Igen. Ez a probléma, hogy bármilyen rossz indulatúan akar az író fogalmazni, végül kiderül, hogy igazán. Igen.
másik ilyen történet, amikor Luther halálos betegségből meggyógyul, halálos életveszélyből megmenekül, éjszaka közepén gyorsan ír két levelet haza Wittenbergbe, az egyiket kettőkor, éjjel kettőkor, datálja a másikat éjjel fél háromkor, hát persze az elsőt küldi, mert a tudnak és a másodikat a feleségén. Úgyhogy akármennyire szeretne a szerző rossz indulatú lenni, nem tud olyan rossz indulatú lenni, mint a történelem. Úgyhogy felesleges igyekezni, Ildikó lekörözni a valóságot, a történelmi múltat, ez nem megy. Prédikáció után való könyörgések sorából az első a Huszár Gál énekes könyvben egy Luthertől származó ének, Atya Isten tarts meg minket, melynek néhány verszaka van eredetileg Luthertől, a dallama egy középkori gregorián dallam átdolgozása, kiegészül a magyar hagyományban további szakaszokkal, tehát dinamikusan használták, szerencsére ebben az esetben is mondhatjuk, hogy költői ötlet, költői invenció kiteljesedik. Magyar vonatkozása is van, úgy tartja a hagyomány, de cáfoljon meg tanárunk nyugodtan, hogy 1541-ben Buda török kézre kerülése volt a kiváltó oka ezen könyörgés megírásának. Tehát Luther a magyarokkal és a szétesett birodalommal szolidarizál, ahogy ezt az egyébként erről nem szóló éneket megírja. Az a nagyon szép, hogy ehhez nem kellenek kiemelt szavak és egyebek, a korhangulatba újigen beleilleszkedik, és ma is éneklik több egyház, úgyhogy azt hiszem, hogy fontos, hogy ma elhangozott. Ez egy egylapos nyomtatványon jelenik meg, és a felirata teljesen egyértelmű, összeköti Budának az elestével. Csak azért mondtam, hogy ez így nem lesz benne a szövegben, és valóban nincs is. Kivételesen nem a hagyomány túloz. Nem a hagyomány túloz, így van. Különösen szép, hogy ezt a nótajelzést sokan használják a 16. században, többek között Balassi Bálint, úgyhogy a dallam így az egyik legismertebb balassi istenes ének, az Olyén kegyelmes istenem dallamaként is rovakhoz eljutott. Tehát önálló életet is él, leszakadva erről a liturgikus hagyománytól. Atya Isten, tarts meg minket, és szent igédben hitünket, rontsd meg mi ellenségünket, és minden kegyetleneket. Kik a Krisztust háborgatni, és szent székiből levetni, akarják őtet hontani, ő híveiben kergetni. Krisztus, ki vagy uraknak ura, és császároknak császára, jelentsed istenségedet, és törd meg ellenségidet, tartsd meg minden híveidet, te szegény keresztényidet, hogy dicsérhessünk tégedet, tartsd egyességben népedet. Ó, szent lélek, áldott Isten, vigasztalj minket ezt földön, légy jelen mi szükségünkben, és minden keserűségünkben. Nevelj minket az igaz hitben, Krisztusnak esméletében, vígy minket szent szerelmedben, és oldunk után örömben. Adj békességet, Úristen, az mi időnkben ez földön, mert nincsen nekünk több senki bajvívónk, hadakozónk, hanem csak te.
Az ördög gyötri kísérti, amióta minden összeomlott, mondta von Amsdorff professzor a feleségének. A rusnya férje a meggyöngültet támadja mindig. Tény, hogy már nincs miért élni. Nekünk sincs, édes uram, mégis élünk. De a doktor úr túl nagy formátumú szellem ahhoz, hogy beérje kicsi emberi örömökkel. Már pedig muszáj neki, ha élni akar. Pozsius doktor kitámadott utáni szobájából, majd a lépcső aljára érve csak nem feldöntötte Katalinát. Baj van? Bazilius hosszú másodpercet át nézte a lányt, még nem, a szemét nem is, a páciensért aggódó hozzátartozót felismerte. Saját felindultságát tüstént legyűrve, orvoshoz illő szavatossággal közölte a diagnózist. Fennáll az öngyilkosság veszély. Katalina a szobájába futott. Amint az ajtón belépett, Luther megsimogatta az arcát, csak azután öltött alakot. A szellemi diskurzusok után az érintés most a két testet hívta párbeszédre. Luther kitárult a karját, és Katalina mellére volt. Nem tudok hidat verni képzelet és valóság között, kiáltott a kétségbe esetten. Próbálja meg mégis. Az ölelés időtlen elragadtatásában Luther a leány hajába temett az arcát. Segítsen nekem! Attila, szép volt ez a szöveg, hogy nem így itt, de mi volt még az a torzulás, amit szeretne elmondani? Azt, hogy abból, hogy ez az optimális modell, hogy papa, mama, gyerekek, szerintem ebben gyökerezik az egyre jobban elharapódzó homofóbia is, ami az egyházunkban sajnos egyre jobban látszik. Nem gondolja? Mert hát az akkor nem stimmel ez a modellhez. Amikor történész voltam, akkor tanultam családszerkezetekről, és az derült ki, hogy nem stabilak a családszerkezetek. Tehát ez a fajta magcsalád elképzelés, ez a történelmi múltban soha sehol nem volt. Ez egy viszonylag új fejlemény, 20. századi, biztos, hogy nem 19. század, nem olyan régi, mint a 19. század. Mégis ugye most ezt propagálják nagyon sok felől, és az az érdekes tanulsága a történelemnek, hogy mindig olyan családszerkezet volt, amivel az adózást minimalizálni lehetett. Tehát a magyar családszerkezet az az adóelkerülésről szól. És ez nem a kurucokkal kezdődik, ez már a kurucok előtt évszázadokkal korábban működött. Ennek nagyon szép példái vannak a középkorból, a kolyaukorból, 19. századból, hogyha a magyar nemzeti alkatot szeretnék megragadni, akkor ez alapján azt lehetném mondani, hogy a magyar nem szeret adózni, és ezzel meg lehet szerintem a lényeget ragadni, és mindig úgy alakítja a családszerkezetet, hogy minél több pénz maradjon otthon, és minél kevesebbet vigyenek el a finanszok. És hát mit tesz Isten, talán szabad így fogalmaznom, 21. században megint csak ezeknek az anyagi szempontoknak esik áldozatul a családszerkezet, mert hogyha van egy támogatás, amit be lehet húzni, akkor gyorsan az elvárt családszerkezetet produkáljuk hozzá. Most a babaváró hitelre, meg az összes többi jelenleg dolga. És ez már működött a középkorban, működött a 16. században, 19. században, miért nem működne a 21. században? Tehát ez végül is, ez a nemzeti karakterisztikum nagyon stabil, tehát ez az identitásunknak a gerince. Vagy másra gondolt, Édikó? De
tényleg a könyvnek is van itt szerepe, tehát ez a Márton Katalina modell, ez nagyon meghatározó volt évszázadokon keresztül. Nagyon sikerült ez. A Néprajzi Múzeumban nagyon szép példái vannak, tehát Móringos Láda kettőjük képvásárból, ez az egyik kincs a Néprajzi Múzeumnak, Nagyvázsonyi, tehát nem is német hátterű, Nagyvázsonyi magyarok festették ezt a Móringos Ládát. Tehát úgy házasodtak a 19. században, hogy Mártonnak és Katalinának a képe lebegett a szemük előtt. Jó, hát akkor ennyi. Úgyhogy darás részekben jól tűnik. Köszönöm szépen, hogy eljött a borokat. Ahogy ígértük, az áróének következik, ezt amúgy is mindenki ismeri. Jövőre lesz 500 éves, 1524-ben írta Luther, egy középkori dallamra, ahogy a többit is, ez a jellegzetes ritmika, ami németül is jó, magyarul is jó, a világ minden nyelven jó, ez is egy nagyon fontos újítása szerintem a régi protestáns énekeknek, kicsit a kötött ritmika felé, de azon belül nagyon sok alternatívát engedően mozdulnak el. A Genfi Zsoltárok is ilyenek fogunk beszélni, tehát eleve köztincs. Jövel Szent Élek Úristen. A 1648-as kiadás szerint fogom énekelni, azzal a fajta dallammal, amivel ők énekelték. Egy kicsit máshogy van ma az énekeskönyvekben, az evangélikusban és a reformátusban is, de mind a kettő felismerhető. Hát ez olyasmi. És az ember régi zenészként mindig meghatódik, hogy ezek a reformátor atyák nagyon sok olyasmit készen oda tettek nekünk, amit ma is ugyanúgy lehet érteni, használni, újraélni és aktualizálni is bizonyos értelemben, tehát hogy ők az ebben való mértéktartásnak és a pontosan ugyanolyan 2-3-4 verszakos, tehát nem tengeri kígyó, nem túl bonyolult énekeknek az egész tárházát hagyták ránk, és ezek az egyházak ilyen értelemben ezt folyamatosan frissítik, alakítják, képükre formálják, tehát nem a paneleket adták, hanem azt, amiről ez az egész kell, hogy szóljon, hogy közös lehessen. Úgyhogy most képzeljünk hozzá egy 17. századi közösséget, aki ezt énekli. Még egy adalék ehhez. Győr városának 750. születésnapjára készül egy hangos könyv. Már elmúlt a 750. születésnap, de a hangos gyűjtemény még készül, amelyen egy kedves kamarakórus barátainkkal fölénekeltük a Győri Evangélikus Templom szentelésére szóló éneket, amely ugyanerre a dallamra megy, benne is van az is az RMKT-ban, tehát 17. század régi ének, ami egyik csak jelzi, hogy az egyik dallam, amikor egy másik szövegnek ad keretet, akkor tulajdonképpen az előző szöveg tartalmából is áthoz. Tehát itt mindig több rétegű átfonódások vannak, és ebben is jó példával jár ez a Luther is, meg a többi énekszerzők, úgyhogy én ekként is tekintek. Istent atyánknak neveznünk.
tűnész hamis tudománytól, hogy mire tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, ha nem Krisztus, kivel kell bízni. Halleluja, halleluja! Ó, édes vigasztal, embereknek a szavát hallottuk, én a magam részéről roppant gazdag szemhatárral megyek innen el, és azt hiszem valamennyien. Az irodalmat, mert kezükbe fogják tartani a könyvet, és elolvassák, Ildikó biztosította. Ezért volt ez az est. Ugye én itt szoktam állni, és a közönséget szoktam figyelni. Köszönöm, hogy önök, hogy ti eljöttetek, kicsit rossz úgy mondanom, hogy meglep, hogy kevesebben vagyunk, de hát pont ti vagytok itt, tehát nektek nem szabad ezt mondani. Még egyszer megemlítem, hogy az egész estet majd meg lehet tekinteni a barátunk felvételén keresztül. Tehát én most lent ültem, és a pódiumon lévőket figyelhettem. Mikor a Tamás itt volt, őt is, akinek az értő tanácsolását szintén szeretném megköszönni. De amikor följött Tamás, akkor az Ildikó tekintete teljesen átszerendültem. Ölelte körül a szavakat, amit te kiejtettél, időként még marmolta, és nem tudom, figyelték-e, főleg a lezáró részben vele együtt mondtad a szavakat, hiszen a tiéd gondolom, hogy szereted is meg benned élnek. És hát a nagyszerű tudós és művész barátunk, Charles Truman István és professzor úr, a szemnyitogató gondolatai, ezt már ismételtek. Az arc tekintetekről beszéltem, tehát a professzor úr komolyan, értően, követve a muzsikát, az éneket és az előadást, mármint Tamásnak az előadó művészeti hozzájárulását, élt át ezeket a perceket, ami számomra legérdekesebb volt Rumen barátomnak az a arcjáték. Szóval ő arcjátékra követte időnként a pottákat, figyelve időnként a szavakat, hogy olyan vibráló és átélő arcjátéka volt, amit eddig nem volt olyan figyelmem, hiszen általában vele együtt szoktam menni a pódiumba. Úgyhogy én ezeket is köszönöm, nem tudom, önök ezt látták-e.
mindenkinek az itt létet. Még egyszer megköszönöm, időben a végén is átadom a rosszát, de mindig alkoztatta parancsolja. És találkozunk kint, ahol a könyvek és emlémi valók vannak. Köszönöm szépen, még az. Was ist sie heute?